meg téged az Úr Sionból, és lássad Jeruzsálem javait életed minden napján, mindig most is, mindenkor és örökkön örökké. Eminenciás bíboros úr, excellenciás nuncius úr, érsek atyák, püspök atyák, szeretett testvéreim! Az Isten, amikor meghív, akkor magához szólít, és az ember lassan találja meg, hogy mire is szólítja őt. Jó pár évvel ezelőtt Atanáz atyával elindultunk a szerzetesség felé, mert úgy éreztük, hogy szerzetesnek hív az Isten. És ezen az úton nagyon sokan segítettek. Szilárd püspök úr, az egyházmegye papsága, Rómában sok szerzetes atya, a seftonyiak, és felsorolhatatlan az a sok-sok emberi segítség, akik elvezettek bennünket a szerzetességhöz. Úgy éreztük, hogy ezzel tudjuk szolgálni az Isten egyházát, hogy az életünket az imádságnak szenteljük. Mint mondottam, az Isten lassan mutatja meg az ő akaratát. Így mutatkozik meg, hogy mire is szólít voltak éppen. Előbb engem szólított meg a püspökségre, átalakítván a hivatásomat, és a mai napon annak lehetünk tanúi, hogy íme szerzetes társamat, Atanáz atyát szintén a püspökségre szólítja a római pápa akaratán keresztül. Mint hogy mindenre igent akartunk mondani, kezdettől fogva, így igent kellett mondani erre az új és nehéz szolgálatra is. Megkérem apostoli nuncius urat, Julius Ján, hogy olvassa föl nekünk a pápa üzenetét, orosz Atanáz atya püspökké kinevező hulláját. Benedictus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Atanasio Oros, actenus monaco in Damoz et propedeutice classis in seminario Budapestinensi superiori, electo episcopo titulo Danitano, atque exarco apostolico exarchie Miskolcensis, salutem et apostolicam benedictionem. Benedek püspök, Isten szolgáinak szolgája, szeretett fiunknak, orosz Atanáznak, Dámóci szerzetesnek és a budapesti központi szeminárium előkészítő évfolyama előjárójának, választott pániumi címzetes püspöknek és a miskolci exarhátus apostoli exarchájának,
üdvözletünket és apostoli áldásunkat küldjük. A római pápák, hivatali elődeink minden időben és megfelelően gondoskodtak arról, hogy a keresztény hit terjesztését a föld minden részén pásztorok jelölésével segítsék. Ezért elődeink nyomdokain járva arra törekszünk, hogy nagy odafigyeléssel és előrelátó gondoskodással ugyanazt mi is megtegyük. Minthogy tehát a miskolci exarhátusnak a szent dolgok tekintetében nincs előjárója, úgy ítéljük meg, hogy te, szeretett fiunk, rendelkezel azokkal az erényekkel, melyek ezen terület vezetésére képessé tesznek. Mi tehát, meghallgatva a keleti egyházak kongregációjának véleményét, apostoli hatalmunknál fogva téged a miskolci exarhátus apostoli exarchájává, valamint pániumi címzetes püspökké nevezünk ki, és felruházunk mindazon jogokkal és kötelezettségekkel, melyeket a keleti egyházak törvénykönyve előír. Engedélyezzük, hogy a püspöki rendet Róma városán kívül a liturgikus előírások betartása mellett bármely katolikus püspöktől fölvehesd. Előbb azonban valamely igazhitű főpap jelenlétében le kell tenned a katolikus hitvallást, és hűségesküt kell tenned nekünk és utódainknak. Gondoskodj továbbá arról is, hogy kinevezésedről értesüljön exarhátusod papsága és hívei, hogy tudják, kit szeressenek, mint atyukat, kövessenek, mint pásztorukat, és hallgassanak, mint tanítójukat. Végezetül, szeretett fiunk, bölcsen fontold meg, hogy a püspöki szolgálat kötelezettségét, melyet elvállalsz, és a lelkipásztori szolgálatot nem lehet méltóképpen ellátni a bölcsesség, az értelem, a jó tanács és a Szentlélek más ajándékai nélkül, melyek segítségével gazdag terményeket fogsz gyűjteni, hogy a lelkeket a mennyek országa felé vezethess. Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2011. esztendejében, március 5-én, pápaságunk 6. évében, 16. Benedek pápa. Ut ad animas in cellum ducendes. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die quinto mensis marci, anno domini, bis millesimo undecimo, pontificatus nostri sexto. Benedictus Papa Decimus Sexto. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, decreto. Ud aptius spirituali bono atque regimini Christi Fidelium Ecclesiae Byzantinae in Hungaria commemorantium consuleretum, benedictus Papa Decimus Sextus, in audientia infrascripto cardinali prefecto Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, die 17. mensis keleti egyházak kongregációjának határozata. A Magyarországon élő bizánci szertartású Krisztus hívők lelki java és jobb kormányzata érdekében 16. Benedek pápa, a keleti egyházak kongregációja alulírott bíboros prefektusa számára ez év február 17-én nyújtott kihallgatásán, lelkipásztori gondoskodásától vezetve úgy határozott, hogy a zempléni főesperesség 29 parókiája javaikkal együtt a miskolci exarchátus területével egyesítessék, ahogyan az a jelen határozat szükséges mellékletét képező jegyzékében található. A hajdúdorogi egyházmegye minden olyan papja és klerikusa, akik a nevezett főesperesség parókiáin teljesítenek szolgálatot, a miskolci exarchátusba nyernek besorolást. Az ezekből a parókiákból származó papnövendékek
az új egyház kormányzati egységhez tartoznak. A miskolci Istenszülő elhunytáról nevezett templom, a miskolci exarchátus székesegyháza. Bármely személyekkel vagy javakat érintő kérdésben a két hierarcha a püspöki hivatalból fakadó lelkiismeretességgel, a lelkek üdvösségét figyelembe véve együttesen döntsön. Megegyezés hiányában a kérdés kerüljön a keleti egyházak kongregációja elé. Ez a rendelet a Szent Atya utasítására került kiadásra. Minden ezzel ellentétes rendelkezés hatályát veszti. Kelet-Rómában, a keleti egyházok kongregációjának székházában 2011. március 5-én. Leonardo Sandri, bíboros prefektus, Cyril Vasil, érsek, titkár. Sumus pontifex hoc decretum fieri jussit. Contraris quibus libet minime obstantibus. Datum Rome ex edibus congregationis pro ecclesis orientalibus, die quinta mensis marci anno domini bis millesimo undecimo. Leonardus cardinalis Sandri prefectus, Cyrillus Vasic archiepiscopus a secretis. Eminencias bíboros úr, excelencias biskup úr, kedves biskupi zárta Atanas, az ünnepi liturgia, kedves resztvevői. Öröm és megtiszteletes számomra, hogy jelen lehetek ezen a magyar egyház számára ünnepi és történelmi alkalmon. Pár napol azelőtt, hogy elhagyom Magyarországot, hogy 16. Benedek pápa hívására Szlovéniában és Koszovóban legyek a köldötte. Ahogy hallottátok a pápai bulla és a keleti egyházak kongregációja dekretumának a szöveget, a miskolci exarchátusban ezzel a gesztussal kívánja a Szent Atya jobbá tenni a magyar görög-katolikus hívek lelki és pásztori gondozását. A Szent Atya annak érdekében, hogy ezt a szent elhatározást megvalósítsa, a miskolci exarchátus nyájának pásztoraul közületek választott valakit orosz Atanaszt, akik emberi, szellemi és lelki képességeiről ismernek, aljász valakit, akik a Szentirekum Ecclesia, vagyis az egyházal való együtt érző képességevel tűnik ki. Kedves Atanas, önt orosznak hívják, de meg vagyok arról győződve, hogy lelkében ön magyar is mindig az itt marad. Ezt kívánja öntől új püspöki feladata, hogy gondoskodnia kell a bizánci ritusi egyház egy részéről, amely a magyar hagyományok szerint növekedett és szilárdult meg. Nagyon szépek a keleti egyházak hagyományai, a magyar görög-katolikus egyház nyelve és hagyományai, ezeket meg kell őrizni, nagyra kell tartani, és előnyben kell részesíteni. Ezért fordul önhöz a Szent Atya, a kinevező bullában így. Szeretett fiú, bölcsen fontolt meg, hogy a püspöki szolgálat kötelezettséget, melyet elvállalsz,
és lelki pastori szolgálatot nem lehet méltóképpen ellátni, a bölcsesség, az érdelem, a jó tanács és a szent lélek más ajándékai nélkül, melyek segítségvel gazdag terményeket fogasz gyűjteni, hogy a lelkeket a mennyek országa fele vezethez. Szívből egyesülve a Szent Atya jó kívánosságával fejezem ki a történelmi liturgia iránt ereszt örömömet, néves jó kívánságot szavaival. Éljen sokáig, Excellenciás és főtisztelendő Attanász püspök atya, nagy örömmel köszöntöm az exarchátus hívei és papjai nevében. Ma évtizedes álmunk vált valóra, mert a Szent Atya saját főpásztort adott az exarchátusnak, és a Szent Atyának ezúton fejezzük ki köszönetünket. Különösen örülünk annak, hogy püspökünk személyében egy mély lelkületű, imádságos életű szerzetes veszi gondjaiba az exarchátus híveit és papjait. Szeretnénk biztosítani együttműködésünkről az evangélium hirdetésének és Krisztus teste építésének szent ügyében. Isten hozta és tartsa meg közöttünk számos éven át főpásztori szolgálatában. Úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván jó cselekedeteiteket, dicsőítsék atyátokat, ki mennyekben vagyon, mindig most is, mindenkor is, örökkön örökké. Господи, Господи, призри с небесе и виж, и посети виноград сей соверши, Его же насади десница Твоя, Господи, буди рука Твоя на сына человеческа, Его же укрепил еси себе. Господи, Господи, призри с небесе и вишь, и посети виноград сей и соверши, Его же насади десница Твоя, Господи, буди рука Твоя на сына человеческа, Его же укрепил еси себе. Господи, Господи, призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши Его же насади десница Твоя, Господи, буди рука Твоя на сына человеческа, Его же укрепил еси себе. Господи, Господи, призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши Его же насади десница Твоя, Господи, буди рука Твоя на сына человеческа, Его же укрепил еси себе. Господи,
léleknek országa, mindig, most és mindenkor, és örökkön, örökké. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozó. Békességben könyörögjünk az Úrhoz, a mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent helyén és mindazokért, igen, itt elhúzgósággal és Isten figyelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Isten szerető Ciril érsekünkért, az Anya Szent Egyház püspökeiért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királyunkat, Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön, örökké.
üdvösségben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hallgass! Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, szentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említünk. Önmondott egy mást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert tiéd a hatalom, tiéd az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Oh,
ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert jóságos és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Igaz hív ők. Krisztus ide istiny, Iže prosišťáve osnia štresia kam človíka, ktorý ja duša pohoví. Da znamenaje se na nas vid lica Tvojeho, da nem hodjaše uzrim svit, neprikosnovenija Ti slavi.
направи стопи наша на дело заповедей Твои. Молитвами пречистя Ти, Матери Христе Боже наш, спаси нас. Oh.
jako sviat jesi Bože náš, i tebi slavu vosylájem, Otcu i Synu i Svätomu Duchu, nyní prísno. I vo veku. Thank you.
a római apostoli szék választására és hívén hágyásával. Az isteni kegyelem, mell mindenkor orvosolja az erőtlenségeket és pótolja hiányokat, Isten felő Atanász, szerzetes pápod Isten óta Panidos város püspökévé és elül járóját szenteli. Imádkozunk tehát érte, hogy szálljon le rá a legszentebb lélek kegyelme. Despota Kyrie otemozimon, omothetise zemindia tu paneufimion su apostolu Paulu, baphmon, ke taumaton taxisis, tu exiperiteste, ke liturgis toitis, septis ke archantis su, mysteris ento agio su, tisiastirio, Proton apostolus, deuteron profitas, triton didascalus. Autos despota ton apandon, que tuton ton, psifistenta, que axiotenta, episeltinto evangelicon zigon, que ten archieraticin axian diatis hirosemu, tua martolu, que ton, sim paronton liturgon che synepiscopon te epifitisi che dinami che chariti tua gius pneumatos enischizon os enischizas tus agius apostolus che profitas os es risas tus archieris che ανεπίλεπτον αυτού τεν αρχιεροζινήν αποδείξον και λάζι σε μοντίτη κατά κοσμούν αγίουν αναδείξον εις του άξιουν γενέστεοι του αιτήν αυτούν τα προς σωτερίαν του λαού και υπακούιν σε αυτού Οτιγιαστή σου το όνομα, κύριε δοξαστή του η βασιλεία του πατρός και του Υιού και του Άγιος Πνεύματος, νυν και εις τους αιώνας του αιώνων. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Kérd Benedek római pápáért, papi munkájáért, megoltalmazásáért, álhatatosságáért, békességért, egészségéért, üdvösségéért és kezeinek munkájáért. Könyörögjünk az Úrhoz! Istennek most püspökké szentelődő szolgájáért, Atanázért és üdvösségéért. Könyörögjünk az Úrhoz! Hogy a mi ember szerető Istenünk adjon neki tiszta és fedhetetlen főpapságot, könyörögjünk az Úrhoz! Ezen városért, minden városért, községért és vidékért,
és az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír vannak! Isten segítségére és oltalmazásra szoruló minden lélekért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír vannak! Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, hír vannak! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriáért, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Господи Боже наш, понеже невозможно человеческому естеству божественного понести существа, Твоим строением подобострастны нам учити, Учители поставивый, Твой содержащий престол, воеже возносить Тебе жертву и приношение о всех людях Твоих. Ти, Господи, и сего явленного строителя архиерейские благодати, сотвори бити подражателя, Тебе истинного пастыря, положившего душу Твою за овцы Твоя. Путь вожда слепих, свет сущих во тьме, наказателя, немудрых учителя, младенцев, Світильника в мірі, да совершив душі вірення йому в настоящей жизни, предстанет престолу твоєму, непостидно і велику мзду приймет, юже готовал єси пострадавшим за проповідь Євангелія твоєго. Твоє боязнь єже милувати, спасати ні Боже наш, і тебе славу воссилаєм Отцу і Сину і Святому Духу, нині і прісно, і во віки віков. Axios.
Botot, hogy legeltes Krisztusnak rád bízott nyáját, azoknak, akik engedelmeskednek neked, legyen támaszuk és védelmük, az engedetlenkedők és szemtelenek számára pedig legyen fenyítő bot és nevelő pálca. Akció! Püspöknek adjurunk békességet, egészséget és áldást. Számos boldog éven át! Thank you.
figyelmezzünk. Békesség mindnyájatoknak, bölcsesség figyelmezzünk. Nagy a mi Urunk Istenünk, és nagy az ő ereje, és bölcsességének nincsen száma. Egyszer déltájban azt láttam, király, hogy az égből a nap fényénél ragyogóbb világosság ragyogott körül engem, s azokat, akik velem voltak. Mindannyian leestünk a földre, s ekkor szózatot hallottam, amely héber nyelven így szólt hozzám. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod. Erre megkérdeztem, ki vagy, Uram? Az Úr ekkor így szólt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel és állj lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgájává és tanújává tegyelek azoknak a dolgoknak, amiket láttál, és amelyek véget még nem meg fogok jelenni neked. Ezért kimentelek téged a népből és a pogányok közül, akik közé most küldlek, hogy megnyiss szemüket, s hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából Istenhez térjenek, s így elnyerjék a bűnök bocsánatát és az örök részt a szentek között a bennem való hit által. Mindezek következtében Agrippa király, nem kételkedtem a mennyei látomásban. Először a Damaszkuszban levőknek, aztán a Jeruzsálemben és Júdea egész tartományában, végül a pogányoknak hirdettem, hogy tartsanak bűnbocsánatot, és térjenek Istenhez. Végezzék a bűnbánat méltó cselekedeteit. Édesség, éget! Bölcsesség, figyelmezzünk! Thank you.
János apostol és evangélista hirdetőjét. Isten az ő dicsősége Szent János apostola és evangélistáját hirdetésére. Adjon neked öröm hirdetőnek nagy erejű szót. Az ő kedves fiának, Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésére. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot. Szent János evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Mondá az Úr a hozzá jövő zsidóknak, én vagyok az ajtó, aki én általam megyen be üdvözül, és bejár és kijár és legelőt talál. Az orzó nem jő másért, hanem csak, hogy lopjon és öljön és elveszítsen. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővebben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja az ő juhaiért, a béres pedig is, aki nem pásztor, kinek a juhok nem tulajdonai. Látja a farkast jön, és elhagyván a juhokat, elfut, és a farkas elragadozza, és elszéleszti azokat. A béres azért fut, mert béres, és nincs köze a juhokhoz. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem enyémet, és ismernek engem enyém. Amint engem az Atya ismer, és én ismerem az Atyát, és életemet adom az én juhaimért. Egyéb juhaim is vannak, melyek nem ez a kolból valók. Azokat is el kell hoznom, és hallgatni fogják az én szómat. És egy akkor leszen, és egy pásztor. Főtisztelendő és excellenciás Atanász püspök úr, excellenciás érsek és püspök urak, kedves testvéreim a papi rendben, Krisztusban kedves testvérek! Örömünnepre gyűltünk ma egybe. Új püspökkel gazdagodott Magyarország és az egyház. Orosz Atanász testvérünk személyében új fölszentelt püspök kerül a területében is kibővült miskolci apostoli exarchátus élére. A püspök számára különlegesen is példakép Krisztus, mint pásztor. Róla tanít a mai Szent Liturgia evangéliuma. A jó pásztor hasonlata világosan és egyértelműen Krisztus személyét és küldetését tükrözi.
olyan részletekből épül föl ez a kép, amelyeket minden pásztorember életében megtalálhatunk, de vannak benne olyan vonások is, amelyek csak Jézusra vonatkozhatnak. Nem minden pásztor adja életét juhaiért. A pásztorok általában nem is kötelesek arra, hogy ezt megtegyék. Erre még azok sem kötelesek, akik a saját juhaikat őrzik. Náluk első helyen a pásztor élete áll, aki gondoskodik a juhairól, mert azok adják a megélhetését. A jólétet adják neki magának és a családjának. A juhaiért életét adó pásztor, ez az a részlet, amely kiemelkedik a szokásos képből, amely egészen különlegesen Jézusra vonatkozik. Egy hétköznapi pásztornak, mint mondtuk, nem kötelessége, hogy életét adja, de még kevésbé kötelessége az, hogy olyan juhokat is az akolba tereljen, amelyek nem tartoznak a nyájhoz. Sőt, ezt a pásztornak nagyon is kerülnie kell. De a titokzatos valóság, amit az evangélium ki akar fejezni, széttöri a szokásos kép kereteit. Jézus nem csak a jó pásztor, de ő maga az ajtó, ő adja az életet, de ő maga az út is, amely az életre vezet. Az Ószövetségben, a 79. Zsoltárban, de másutt is, maga az Úr a választott nép pásztora. Ő az, aki Izrael törzseit nyájként legelteti. Szent János evangéliumában Jézus személyében jelenik meg a jó pásztor, az ő követői jelentik a nyájat. Olyan közösség fűzi össze a hívőket Jézussal, amilyen Krisztust köti össze az Atyával. Az egyház közösségében utunk nyílik Krisztus által a Szentlélekben az Atyához. Jézus szeretetből adta az életét. Szeretetből övéi iránt, és különleges szeretetből a mennyei Atya iránt. Nekünk is feltétlen engedelmességgel és szeretettel kell fogadnunk az Atya akaratát. E szerint kell irányítani minden tettünket, hogy Krisztussal életünkben és halálunkban, sőt a feltámadásban is közösségben lehessünk. Atanász testvérünk püspöki elmondatát a 18. Zsoltárból választotta. Szeretlek téged, Uram! A Zsoltárok könyvének különös sajátossága, hogy az egyes Zsoltárok előtt rövid utasítás vagy cím áll, majd ezt követi a tulajdonképpeni ének szövege. Ebben az esetben is ez a helyzet. A mai beosztás szerinti első vers elmondja, hogy a Zsoltár Isten szolgájától, Dávidtól származik, aki ezt az éneket akkor intézte az Úrhoz, mikor megszabadította őt minden ellenségétől és Saul kezéből is. Ekkor mondta, szeretlek, Uram, erősségem, Uram, menedékem, váram, szabadítóm, Istenem, sziklám, hozzád menekülök. A Zsoltár azon elmélkedik, hogy miért vitte végbe szabadító testét az Úr. Megszabadított, mert szeretett. Olvassuk a 20. versben. Isten irgalma, kiválasztásának titokzatos kegyelme, amivel Dávidot már gyerekkorában a nyáj mellől elhívta, tovább kíséri életét sikereken és viszontagságokon át. Képessé teszi őt arra, hogy az ellenség egész seregét megtámadja. Ha Istennel egységben van, Dávid képes arra, hogy átkeljen akár a várfalakon is. Isten kiválasztó kegyelme és erőt adó szeretete keresztényi, papi, püspöki életünk alapja és erőforrása. Krisztus feltámadása után a Tibériástó partján megrendítően mondja Szent Péternek, legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Az apostolok és utódaik Krisztus pásztori küldetésének részesei és folytatói.
a II. Vatikáni zsinat különösen is hangsúlyozza, hogy ez a részesedés nem csak a papi és prófétai küldetésre, hanem a pásztori vezetésre is kiterjed. A keresztény közösségnek erre a vezetésre valódi szüksége van, hogy ne csupán az emberi igyekezet vagy az emberi csoportok szervezésének logikája érvényesüljön benne. Szent Péter és mindenkori utóda hordozzák azt a különleges küldetést, hogy megerősítsék testvéreiket. A római pápa pásztori küldetése is legfőbb, teljes és egyetemes hatalommal jár. Ő a püspöki kollégium feje, Krisztus vikáriusa, és ezen a földön az egész egyház pásztora. Így tanítja szó szerint a II. Vatikáni zsinat. Az apostoli exarha a rábízott részegyházat Szent Péter utódának nevében és bizalmából vezeti. Püspökként azonban különösen is Krisztust, a jó pásztort jeleníti meg hívei körében. A katolikus egyházzal teljes közösségben lévő püspökök alkotják a püspökök testületét. Ez a hitbeli meggyőződésünk mindennapi életünkben is vezérfonalat jelent lelkipásztori munkánk során. A Péter utódával és egymással ápolt eleven hierarchikus közösség egyben közösség a hitben, és közösség kell, hogy legyen a szeretetben is. Ez az alapvető igazság pedig érvényes minden rítus követőjére, minden saját jogú egyház tagjára, mégpedig egyenlő méltóságuk szem előtt tartásával, hiszen a különböző rítusok méltóságát nem lehet egymásnak alá vagy fölé rendelni. Ennek a közösségnek sokféle megnyilvánulása van, akár a szentségek kiszolgáltatása, akár a teológia, akár a mindennapi együttműködés területén. Fontos feladat mindnyájunk számára, hogy ne csak egyik vagy másik hagyomány, egyik vagy másik közösség javát keressük, hanem saját értékeinket felelősen ápolva az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyház küldetését teljesítsük és javát szolgáljuk. A püspöki konferenciának Magyarországon minden latin és keleti rítusú főpásztor teljes jogú tagja. Bár a II. Vatikáni zsinat eleinte úgy is említi a püspöki konferenciákat, mint amelyeknek mindenfajta rítusú püspökök egyaránt tagjai, később ezek a konferenciák inkább a latin egyházjogban kerültek szabályozásra. A keleti katolikus egyházak többségére sajátos szinodális formák jellemzőek. Ahol az ország keleti szertartású katolikusai nincsenek túlnyomó többségben, ott gyakran a keleti rítusú püspökök is tagjai a püspöki konferenciának. Ez tehát sok helyütt alkalmas formája a tartós és testvéri együttműködésnek. Ezért ma püspöki konferenciánk nevében is szeretettel köszöntöm Atanász testvérünket, aki a mai szent liturgiában a püspökök sorába lépett. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, az egyház édesanyját, akit Mária Pócson különösen is tisztelünk. Támogassa szeretetével katolikus egyházunk életét, járjon közben püspökeinkért, hogy Krisztus példájára jó pásztorok lehessenek. Magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk. Amen.